Üdvözlöm a közmeghallgatáson megjelenteket. Ismét ezt a feladatot kaptam, hogy tájékoztassam az érdeklődőket az alapellátás fejlesztési modellprogram céljairól, eszköztáráról, eredményeiről és jövőjéről. Érdemes társadalmi környezetével együtt, azzal összefüggésben vizsgálni a kérdést. Ismert a mai Magyarországon az egészségügyi ellátásokat igénybevevők, a betegek, valamint az ellátást nyújtók, az egészségügyi dolgozók, és az ellátás biztosításának, lásd egészségbiztosítás és a kórházak, ismert az állapotuk. A gondjaik, az alulfinanszírozottság, az elvándorlás, a munkaerőhelyzet. Már halaszthatatlanok a döntések, változtatások, beavatkozások. Főként a hátrányos helyzetű régiókban, a hátrányos helyzetű betegek esetében. A miénk ilyen, ezért is kerültünk bele a kiválasztásba. Az országban 6700 egy néhány változó számú háziorvosi praxis van, 16 településen, 24 háziorvosi praxisban folyik ez a modellprogram, melynek időtartalma 2012. június 12-től 2016. június 30-ig tart, de már most az elején hozzá kell tenni, hogy folytatódni fog. A cél az volt, hogy a program fejlesztései az eredményei alapján olyan ajánlások szülessenek, amelyek az alapellátás országos szintű fejlesztését szolgálják. Célja az is, hogy módszertani javaslatokat fogalmazzunk meg az egészségpolitikai döntés előkészítés és döntéshozós részére, az alapellátás országos, de egyre inkább úgy látszik a határokon túl is mutató fejlesztéséhez. Ezzel párhuzamosan a hagyományosan nyújtott orvosi ellátás mellett az érintett közösségekben egészségfejlesztésre, betegségmegelőzésre, az időt betegségek bizonyos mértékű rehabilitációjára, módszertani újítások, eljárások, fejlesztések, felszerelések, informatikai elemek tesztelésére, használatára is sor kerül. Mindez a beteg lakóhelyén, ami nem csak gazdaságos, humánus, de eredményesebb is, ahogyan ezt be fogjuk bizonyítani. Az ismert szereplőkön és szereplőkörökön kívül új tagjai is vannak a praxis közösségnek, nevezett új formációnak, amivel munkahelyteremtést is sikerült elérni ezekben a hátrányos helyzetben. Akkor engedjék meg, hogy bemutassam, aki még nem ismeri a munkatársainkat, aki még nem találkozott velük, vagy nem mindegyikükkel, az várhatóan a jövőben fog találkozni velük, és fogadják szeretettel, és segítsék a munkájukat, arra kérem. Elek Ágnes, praxisnak a praxis koordinátor után a második embere, aki népegészségügyi végzettségű. Ő végzi a szervezést, tervezést, a statisztikát, adminisztrációt, tehát mindent, amit én nem szeretnék, és ő helyettem csinál. Mellette Palik Petra, aki praxis közösségi nővér, praxis közösségi nővér, és a másik praxis közösségi nővér, itt látható, ők, Tarné Tóth Tímáról van szó, ők tulajdonképpen azokat a szűrő vizsgálatokat végzik, amit állapotfelmérés címmel illetünk, és közösségi szintereken végzett foglalkozásokat vezetnek. Tehát tulajdonképpen nővér munkát végeznek, de nem egy háziorvosi praxisban, hanem mind a hatban. Ő itt a gyógytornászunk, biztos sokan ismerik, Ádámné Vágó Krisztinának hívják, mellette Bálint Amarilla, egészségpszichológus, elég rossz szögből látok, Bakos Judit, dietetikus, Mosony Evelin, szintén népegészségügyi dolgozó, őket pedig a két védőnőnket, Uláné Birkásicát és Gözdér Usvai Olgát mindenki ismeri, és itt lent ez a hat személy, akinek a nevét azért el fogom olvasni. Ők az új dolgozói ennek a praxis közösségnek, ők az úgynevezett segédegészségőrök. Általában a cél az volt, hogy roma származásúak legyenek, hisz a feladatkörük is az, hogy a legnehezebben hozzáférhető lakosság, akiket legnehezebb behívni egészségügyi vizsgálatra, legnehezebb mozgósítani
bizonyos foglalkozásokra, ők talán könnyebben és jobban el tudják érni ezeket az embereket. Ők mind végeztek egy erre felkészítő iskolát, néhányan közülük OK és segédnővéri képesítést is szereztek, és mindannyian ötös eredménnyel. A neveiket pedig Nagyné Szilák Mária, Duka Mónika, Tallósi Ferencné, Bódi Krisztiánné, Duka Gábor, Gecse Tímea, Nagy Pálné, Pintér Jánosné, Farkasné Olá Mária, Tajti Gergő Zsoltné, Burai Pálné és Borzáné Olá Krisztina. Kérem szépen a következőt. Említette polgármester úr is, hogy meg én is az elején, hogy ennek a projektnek a beindulásakor nem egy nagyon nagy durranás, de nem egy nagyon nagy mértékű, de mégis munkahelyteremtés is történt. Itt helyben Jászapátin, Jászkíséren, Jásziványban, tehát ebben a kis térségben 19 plusz 19 fő munkahely teremtődött. Ezt azért írtam így, mert 19 új, aki eddig nem volt az egészségügy rendszerében, itt jelenleg, ez takarja a 12 segédegészségőrt és az kisegítő szakembereket, akik a praxisnak nem voltak eddig az állományában, sorra kerülnek egyenként majd, a gyógytornász, a dietetikus, az egészségpszichológus, a praxis közösségi nővérek, most nálunk kettő van éppen, általában egyel indultunk, és a népegészségügyi szakemberek. Országosan ebben a négy praxis közösségben, szorozva négyel, olyan 150-160 főnyi munkahelyteremtés történt, és vannak, akik a háttérben a szervezéssel, pénzügyekkel, tervezéssel, tudományos feldolgozással foglalkoznak, különféle intézetekben, általában az egyetemek népegészségügyi tanszékein, de az országos egészségpénztárban és még néhány helyen, ők a háttér, a szakmai feldolgozó, kiszolgáló, segítő háttér, összesen tehát körülbelül 240 munkahely lett létre ebben a praxisban indított projekttel. Jászapáti praxis közösséget illetően 10.668 fő bejelentkezett beteg biztosítottnak az ellátását végzi ez a közösség. Elnézést, hogy egy kicsit sok számmal traktálom önöket, de gondolkodtam, hogy magyarázzam ezt meg, hogy miért van ennyi szám. Aztán arra gondoltam, hogy az egészséget, amíg megvan, addig nem annyira érezzük, nem veszük figyelme, hogy természetes, hogy van. Mihelyt hiányzik, akkor észrevesszük, és talán ezekkel a számokkal egy kicsit sikerül rávilágítani, hogy mekkora volumenű munka és milyen lehetőség van ebben a projektben. A csoportos és egyéni foglalkozások tekintetében a gyógytorna. Tetszenek látni, milyen fajta gyógytornák történnek. A fotót azért kértem segítőt, Vince Robi informatikust, akinek köszönöm ezúttal is a segítségét a prezentáció összeállításában, hogy tegyük oda, mert az volt az egyik legnépszerűbb foglalkozás. Van gyógyvízünk, jó néhány éve már gyógyvízzé van nyilvánítva, és most végre használjuk is úgy, ahogy ebbe a lehetőség adott, és ki lehet belőle bontani. 9.118 alkalom történt, tehát ahol kliens, vagy beteg, vagy páciens találkozott a gyógytornásszal ez alatt az időszak alatt következik. Az egészségpszichológus tekintetében is elég számos, látjuk a jelentőségét, meg látjuk mögötte mi van, stresszkezelő csoport, dohányzásról való leszoktatás, fogyiklub, tehát azok a népbetegségek és azok a fontos és egészség megőrzési szempontból jelentős teendők, azok láthatóak, miért foglalkozunk ezzel egészségpszichológussal. Dietetikusunk is 758 esetben foglalkozott a kliensekkel, hol csoportos foglalkozás, hol egyéni tanácsadás keretében. 2014 márciustól 2015 októberig, tehát ez egy másfél év, 10 fajta, hát ez csak egy ilyen statisztikai besorolás, hogy 10 fajta rendezvényen, 142 alkalommal, összesen 12.042 fő részvételével zajlottak ezek a közösségi szintereken végzett foglalkozások. Ha hozzáadjuk az előzőleg felsorolt pszichológus, dietetikus, gyógytornász,
akkor kiderül, hogy 21 néhány ezer alkalom történt ez alatt a viszonylag rövid idő alatt. Azért tettem ide, mert itt is egyik cél a leghátrányosabb helyzetű, legnehezebben az egészségügy számára hozzáférhető lakosság és legrosszabb egészségügyi mutatókkal rendelkező, nem rendelkezik vele, tehát legrosszabb egészségügyi mutatókat magának tudható lakosság, a roma lakosság aránya. Mindig kérték a rendezvények után, hogy becsüljük meg, hogy körülbelül milyen arányban vettek részt. Az összeset összeadtuk, összeadta Elek Ági, és kiderült, hogy 37% körül volt a roma lakosságnak az a rendezvényeken és a foglalkozásokon a részvételi aránya. Kezdődik az egész egy egészségi állapot felméréssel. Ez azt jelenti, hogy a házi orvosok és a nővérek kitűznek egy célt, hogy kit kell megnyerni, kit kell betoborozni, kit kell behívni egészségi állapot felmérése. Ott történik egy vérvizsgálat, egy laborvizsgálat, amiből a leggyakoribb rizikotényezők, magas vércukor, vesefunkció, elégtelenség, vérzsír, koleszterin, ezeknek a vizsgálata történik. Utána egy kérdőív segítségével felmérjük a megjelenteknek a rizikotényezőit tulajdonképpen, étkezési szokásait, mozgását, gyógyszerszedési szokásait és még sok minden más. Kiszűrjük lehetőleg a rizikotényezőket, hisz hogyha anyai apai ágon mind a két oldalról cukorbetegség van a családban, bizonyos rákfajták, magas vérnyomás, azt már eleve jobban kell figyelni, és erről a bizonyos egészségi állapot felmérésről bekerül például most hátul előre felé haradva az egészségügyi ellátásokba. Hisz volt olyan, aki ott az egészségi állapot felmérésen 280/160-as vérnyomást mutatott a beteg, hát azt természetesen mindjárt vagy oda hívják a házi orvost, vagy elviszik hozzá a beteget, és kezelésben. Volt ilyen is, akit ott szűrtek ki. Nagyon sok érműtét történt azóta. Az ott kiszűrt egy egyszerű vizsgálattal, fájdalommentes, úgynevezett Boca-Karindex vizsgálattal, tehát a felkaron mért vérnyomás és Dopplerrel az alsó végtagon mért vérnyomásból lehet kiválóan következtetni jó nagy találati biztonsággal olyan érszűkületes betegségekre, amik hamarosan láb vagy végtag elvesztéshez vezetnének. Az egészségpolitikának, ahogy az előbb is említettem, ajánlásokat kell majd megfogalmaznunk. Az egyik ilyen ajánlás már az első néhány hét után az volt, hogy kötelezővé kell tenni minden házi orvosi praxisba ennek a vizsgálatát. Hisz látjuk itt a településen hány ilyen háromkerekű elektromos kocsi van, hány amputált lábú ember, ezeknek körülbelül legalább a fele megmenthető lett volna, ha ez előbb van. A krónikus gondozás keretében is többlet egészségügyi szolgáltatásokat tudunk nyújtani nekik, hisz van egészségpszichológus, dietetikus, gyógytornász, nővér, és vannak eszközeink, meg még lesznek is eszközeink ezekre a bizonyos többletszolgáltatásokra. Életmód tanácsadáson veszhetnek részt, akiknek erre szüksége van, és prevenciós rendelésen, ami egy egészségrendelés. Tehát ne csak munkaidőben, hosszú sorokkal a folyosón találkozhasson az orvos a beteggel, és sietni kell, mert már nyomják rá az ajtót, szól a telefon, hanem választott időben, nyugodtan leülve, részletesen meg lehet beszélni minden olyan problémát, ami a betegséggel vagy az állapottal összefügg. Itt arra gondoltam, hogy érdemes tudniuk, hogy nem csak Magyarországon, hanem már más határon túl is érdeklődés mutatkozik a projekt iránt. A magyarországi tapasztalatok és eredmények feldolgozása és a elemzése alapján pedig kiterjesztésre kerül már most. Ez a bizonyos szemlélet, ez a változás. Várhatóan a mostani személyzetek a 4 éves tapasztalat, mert 42 hónap tapasztalata alapján fogják beemelni, besegíteni, betámogatni, betanítani a következő társaságokat, akik majd először önként jelentkezhetnek ilyenbe, aztán később valószínűleg országossá válik ez az egész. Néhány támopos program már most is használja az elemeit. 2016, nagyon sokan kérdezik egyébként, főleg akik szeretik, meg vannak itt olyanok a nézőtéren, akik
tudom és kapok tőlük visszajelzést, hogy szeretik ezt a programot, hogy lesz-e folytatás. Igen, lesz folytatás, egyre inkább erősebb a biztatás, és úgy néz ki, hogy nem csak, hogy disszeminálódik, tehát szétterítődik, vagy szétterül ez az egész ország, meg akár külföld területére is, hanem folytatása is lesz itt nálunk is. A költséghatékony elemeket azt hasznosítani fogja belőle a jogalkotás, és úgy terjesztjük el, és úgy szereljük föl, és úgy fogjuk majd folytatni, ahogy az optimális, ahogy a legjobb. Még egyszer köszönöm a prezentációhoz nyújtott segítséget a informatikusnak, Vince Robinak. A végén még lesz kérdés lehetőség, Elek Ágnia, a népegészségügyi koordinátor is itt van a sorok között. Szívesen válaszolunk, ha lesz kérdés és érdeklődés. Köszönöm a figyelmüket. Ez a csapatunk itt, Jászapártin és Jászkiség.